Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. Oké, tehát nem vagyunk elégedettek, és mi baj van a világ haladásával? Sok az elnyomás, rossz irányba halad. Erkölcstelenség. Manipulációk. Fogyasztói társadalom. Ez szerintem sok embernek jó, nem? Jól eladósodhatnak, nem? Tök jó. Költekezhetnek orba, szájba. Vehetnek olyan dolgokat is, amire semmi szükségük nincs, nem? Meg olyan is, amiből már van egy, legyen még egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy, nem? Hát szeretnek az ilyeneket csinálni az emberek, nem? Nem szeretnek? Termékbőség zavara? Hát ugye tudjátok, hogy már elértük, tehát nyugaton már meghaladta, Magyarországon elértük azt a adósságszintet, most lakosságra vonatkozóan, nem országra, hanem lakosságra vonatkozóan azt az adósságszintet, ami 2008-ban volt. Tehát már nyugaton magasabb az adósságállomány, mint 2008-ban, Magyarországon meg körülbelül annyi, mint 2008-ban volt, és ez mivel nő, ezért gyakorlatilag már lehet, hogy egy kicsit több is, mint 2008-ban volt. Tehát ugye úgy jövendölték, hogy ebben az évben haladjuk túl a 2008-as határt, és ugye tudjátok, hogy miért volt 2008-ban, miért robbant ki a válság. Ugye tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül, tehát, hogy az emberek nagyobb mértékű eladósodásban vannak már, úgy összességében. Ugye 2008-ban azért lett válság, mert az emberek gyakorlatilag olyan mértékben eladósodtak, hogy ezt... Na, akkor mindjárt elmondom, hogy miért volt ez az egész, jó? És akkor mindjárt világosabb lesz. Csak ezt bezárom, mert ez nekem nem kell, hogy menjen. Jó, és akkor a Skype-osokat viszont szeretném látni. Tehát, ugye van egy hatalmi elit, ami ilyen nagyon érdekesen működik, ez a hatalmi elit, amely gyakorlatilag azt akarja, hogy neked ne nagyon legyen tulajdonod. És ha tulajdonra szert tennél, akkor lehetőleg ezt a tulajdont elveszítsd. Ez annyit kell csak csinálni, hogy elérni, hogy a tulajdonodat azt ne saját magad finanszírozd, hanem hitelből finanszírozd a tulajdonodat. Utána csak annyit kell csinálni, hogy mit tudom én, meg kell szüntetni a munkahelyedet, vagy le kell értékelni a pénzt. Mivel a pénzvilág a hatalmi elit kezében van, ezáltal gyakorlatilag bármikor meg tudnak olyat csinálni, hogy mondjuk csináljanak egy tőzsdei krakkot, csak annyit kell csinálniuk, hogy fogják és elkezdenek eladni a tőzsdén. Mivel nekik van a legnagyobb befektetésük a tőzsdén, ezért elkezdenek eladni. Na most, ha ők elkezdenek eladni, akkor a tőzsdei árfolyamok leszaladnak, és elkezdenek mások is hirtelen gyorsan eladni, ugye a magánszemélyek. Ennek hatására
ugye a tőzsde még jobban leszalad, az emberek pánikba esnek, akkor tőlük bagóért meg tudják venni az árfolyamot, és ugye alacsonyan tudják tartani a tőzsdei szinteket, de azáltal, hogy alacsonyan tartják a tőzsdei szinteket, ugye, mert nem vesz senki se, tehát ha nincs vétel, akkor alacsonyan maradnak az árfolyamok, és ez kialakít gyorsan egy gazdasági válságot, mivel ugye a befektetések nagy része az tőzsdén van, ezáltal, de azért tudni kellene, hogy a bankok ezeknek a tulajdonában van, a hatalmi elit tulajdonában, a bankok nagy része a világban, és gyakorlatilag az azt jelenti, hogy annak következtében, hogy a bankok kihelyezték a pénzüket, ugye, és jött egy gazdasági válság, nekik a gazdasági válságot valamivel ellensúlyozni kell, akkor úgy ellensúlyozzák, hogy fölemelik a kamatokat. Ha fölemelik a kamatokat, tehát most azt értsétek meg, hogy a bankoknak a bevételei ugye az a haszonból származik. Hogyha a tőzsde, mint haszon leszalad, akkor ők fogják, megemelik a kamatokat. Ha megemelik a kamatokat, ugye mivel a jegybankok is az ő kezükben vannak, ezért a jegybank emeli meg a kamatokat, ezáltal a bankok is megemelik a kamatokat. Mikor megemelték a bankok a kamatokat, akkor az azt jelenti, hogy megemelték a hitelkamatot is. Ha megemelik a hitelkamatot, akkor megemelik a hiteltörlesztést is, és ha megemelik a hiteltörlesztést is, akkor az emberek mondjuk kalkuláltak, mit tudom én, mondjuk havi 50 ezer forintnyi, vagy annak megfelelő dollárnyi havi törlesztő részlettel, de az megemelkedik mondjuk 50%-kal. Ami azt jelenti, hogy már mondjuk 75 ezeret havi szinten már nem tud kifizetni, ezért leállítja a havi törlesztő részlet kifizetését. Ha 3 hónapig leállítja a törlesztő részlet kifizetését, akkor a bank rögtön támadhat, és rögtön elkezdheti az ügyfél elleni eljárást, vagyis elkezdheti ugye az adósságá, az adósságbeszedést, tehát beszedést elkezdheti, tehát az azt jelenti, hogy végrehajtás kezdeményezhet az ügyféllel szemben, és elárverezheti az ingatlant. Na most az árverezésnél mindig jóval olcsóbban adják el, de miért adják el olcsóbban? Mert egy ilyen gazdasági válság az kihat az ingatlanok árára is, mert nem tudnak az emberek ugye ingatlanokat venni, mert hirtelen megáll a hitelkibocsájtás is, ezáltal az emberek nem, ugye az ingatlanok nagy részét hitelre veszik, megáll az ingatlanok vásárlása, az ingatlanpiac, ami megint azt eredményezni, hogy az ingatlanárok nagy mértékben lezuhannak. Tehát mondjuk ő vett egy 40 milliós ingatlant, mondjuk tételezzük fel, 10 milliója volt készpénzben, 30-at fölvett hitelre, de a 40 milliós ingatlan már csak 25-öt fogja érni, mert lemegy az ingatlan piaci ár, mert a kutya se vesz ingatlant. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk visszafizetett a 40 millióból mondjuk 5 millió hitelt már, és maradt 35 millió, de az ingatlanja
az csak 25-öt ér. Ami azt jelenti, tételezzük fel, piaci áron értékesítik, eladják mondjuk 25-ért, és marad még mindig 10 millió forint, amit ki kell fizetnie. Ami azt jelenti, hogy nincs telenné válik, mert nincs hol laknia, de még akkor is van neki 10 millió forint hiteltartozása a bank felé. Utána, amikor ez lezajlott, ez volt egyébként, amit most elmeséltem, ez 2008-2012 közti időszak, abban a 4 évben körülbelül ez le is zajlott. Utána szépen megint azt csinálják, hogy ha ez megtörtént, ugye megszerezték az ingatlanokat, gyakorlatilag gondold végig, hogy kiadtak 30 milliót, és a bank megszerezte 25-ért az ingatlant, úgy, hogy még van 10 millió tartozás. Baromi jól csinálják, nagyon ügyesek, az emberek meg egyszerűen belefutnak ebbe a csapdába. És lényeg az, most képzeljétek el, utána fogják, azt csinálják, hogy jó, akkor most tehát csináljunk olyat, hogy kezdjünk el venni a tőzsdén. Mivel ugye a tőzsde a kezükben van, meg a vagyon a kezükben van, azért ők elkezdenek venni részvényeket, kötvényeket, ezáltal a tőzsde elkezd megint emelkedni. Ha a tőzsde emelkedik, akkor ugye az emberek azt látják, hogy megint van gazdasági növekedés, elkezd megint emelkedni a tőzsdéken az árfolyam, elkezd megint emelkedni az ingatlanára. Az emberek megint azt hiszik, hogy jaj, de happy a dolog, megint gazdasági növekedés van, és megint belefutnak ugyanabba a csapdába. Közben ez nem gazdasági növekedés, ez csak színjáték az egész. Mert az a gazdasági növekedés, hogyha te úgy tudsz vagyonosodni, hogy egy forintnyi vagy egy dollárnyi hiteled sincs. Tehát csak akkor beszélhetünk vagyonosodásról, hogyha ezt hitelmentesen tudod növelni a vagyonodat. Ha te hitelből növeled a vagyonodat, akkor az nem vagyonosodás. Mert az nem a tied. Van egy mondás ezzel kapcsolatban. Ha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. És nagyon sokan a világban ide jutottak. Tudod mennyien? 100 milliók. 100 milliók. Ha nem, mondhatnánk azt, hogy milliárd fölötti embermennyiség. Tehát komplett országok jutottak, a lakosság, tehát nem a gazdagok, a lakosság jutott olyan helyzetbe, hogy nincstelenek lettek. És akkor így szépen megszerzik a bankok az ingatlanokat, sokkal olcsóbban, potom pénzért, úgyhogy még közben a lakosság tartozik a bankoknak, de a bankok a hatalmi elit tulajdonában vannak, ezt azért nem győzöm hangsúlyozni. És így elérik szépen fokozatosan azt, hogy a bolygó nagy része az bérlakásokban lakjon, ne tudjon saját ingatlant finanszírozni. Érted? Elérik azt a foglalkoztatás révén, az alkalmazotti lét révén, hogy ne keressenek annyit, hogy saját erőből KP-ra tudjanak venni ingatlant. Világos ez? Mivel a munkahelyek nagy része az ő kezükben van, ezért a béreket ők határozzák meg. Tehát nem azok határozzák meg a béreket, akik sokkal kevesebb alkalmazotti állást kínálnak,
hanem azok a multinacionális cégek, ahol az emberek nagy része dolgozik, illetve azok a cégek, akik bedolgoznak a multinacionális cégekhez. Tehát ami azt jelenti, hogy az adott országokban az, hogy mennyi legyen a fizetés, azt elsősorban a multinacionális cégek határozzák meg, mert ők rendelkeznek a bérek, illetve az alkalmazotti állás lehetőségek javával. Ezáltal meghatározzák adott országban, hogy mennyi legyenek a bérek, mennyik legyenek, tehát most nem a minimálbérről beszélek, hogy mennyi legyenek, mit tudom én, mennyi legyen a bére mondjuk egy takarítónak, vagy mennyi legyen egy bére, mit tudom én, egy betanított munkásnak, vagy egy szakmunkásnak, vagy egy főiskolát végzett, mit tudom én, középkádernek, stb. Stb. Szépen meghatározzák. A többi vállalkozás szépen árba, tehát bérekben megy hozzájuk, alkalmazkodik. De ezek a bérek úgy vannak meghatározva, hogy nehogy véletlenül te mondjuk 3 év takarékossággal, csak most mondtam valamit, tudjál venni egy ingatlant. Érted? Tehát úgy van meghatározva, hogy mondjuk 40 év takarékossággal, vagy 20 év takarékossággal tudnál venni egy ingatlan, de addigra meg azért nem tudsz venni, mert elértéktelenedik a pénz. Szóval kitalálják, hogy az emberek 90%-a legalább véletlen se tudjon venni KP-re ingatlant. Ezért rákényszerülnek, hogy hitelre vegyenek, és a hitel révén elérik azt, hogy gyönyörűen eladósodjanak, tehát bérlakásokba lakjanak. Mert egy idő után már megcsinálja valaki 2-3-szor, hogy elbukja a lakását, mondjuk második, vagy harmadik, vagy negyedik alkalomra már nem fog még egyszer belemenni ebbe, inkább bérel, akkor elérik azt, hogy bérautóval közlekedjen, mert az autójával is ugyanezt csinálják, elérik azt, hogy bérberendezései legyenek az ingatlanba, tehát hogy még a ingóság se az övé legyen, érted? És ezt mind azzal érik el, hogy az embereket rávették már arra, ráveszik már arra, még abban az országban is, ahol ez nem volt szokás, hogy az a megoldás, hogy te alkalmazott legyél, mert ugye azzal kecsegtetik az alkalmazottat, hogy ez egy biztos jövedelemforrás, és az emberek bemennek ebbe az utcába, és szépen elérik, hogy bérlakásokba éljenek, bérautóval közlekedjenek, még ingóságaik se legyenek saját tulajdonba, és ne legyen annyi fizetésük, csak éppen annyi, ami a megélhetésüket szolgálja, sőt, ha megnézed, egyre többen már úgy mennek nyaralni, hogy hitelből, és onnantól kezdve elérik azt, hogy mindenki béreljen, nem mindenki, de az emberek túlnyomó többsége béreljen, és amit dolgozik, az gyakorlatilag egy rabszolgamunka legyen, amiből, aminek a jövedelméből ne jöjjön be annyi, hogy ő önállósíthassa magát. És akkor körbezárult az emberiség számára. Tehát ilyen szuper világban élünk, ahol a legfontosabb, hogy az emberek tudatlanok legyenek, mert minél tudatlanabbak az emberek, annál könnyebb megvezetni őket.
nézzük tovább. Szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Ugye van egy alap dolog, ugye én régóta foglalkozok azzal, hogy érdekel, hogyha valahol természeti katasztrófa van, akkor hogy azon a területen miért van természeti katasztrófa. Sikerült már egy-két ilyen helyen előfordulnom, és mindig bebizonyosodott, hogy mindig ott vannak a természeti katasztrófák, ahol az emberek gondolkodása hát nem elégséges, tehát negatív. Most az ember úgy működik, hogy az emberek negatív gondolkodásuk, akkor az kihat az ő saját környezetére. Tehát a negatív gondolkodás, nézd meg, egy negatív gondolkodású embernek nézd meg a saját környezetét. Nézd meg a tulajdonában lévő tárgyak állapotát. Jó? Milyen egyszerű megtudni. Minél negatívabb egy ember, annál rosszabb állapotban van a tulajdonában lévő tárgyak. Rosszabb állapotban vannak. Na most, ha sok ember negatívan gondolkodik, akkor a környezetükre nagyobb mértékben vannak hatása. Ha a bolygón lévő emberek negatívan gondolkodnak, akkor ez a bolygó halálra van ítélve. Tehát minden természeti katasztrófa olyan területen történt, ahol azt mondom, hogy az emberek a gondolkodásuk miatt, bocs, hogy ezt kellett mondani, megérdemelték. Tehát csúnya dolog azt mondani, hogy ha valaki meghal azért, mert mondjuk éri egy baleset vagy egy katasztrófa, hogy ő megérdemelte. Ez csúnya dolog. De mégis nem tudok mást mondani, mert ez így működik. Na most mondok nektek ezzel kapcsolatban egy dolgot. Itt volt, ez megint tudom, hogy nagyon durva lesz. És tudom, hogy sok embernek ez nem fog tetszeni, amit most mondok. Tudjátok, volt ez a hajó elsüllyedés a Dunán. Aha. Tehát ott meghalt, ugye, azt mondja, hogy... 33-22. Hát 30, jó, már nem tudom, fejből már hirtelen, nem tudom, tehát... 33 ember meghalt. Az, a, ugye az... A 33 korea, dél-koreai volt. Na most, én azért megkérdezném. A dél-koreaiaknak az a dolguk, hogy utazgassanak a világban. Az a dolguk. Tehát azért születtek, hogy utazgassanak a világban. Akkor nézzünk már bele egy kicsit ebbe a kérdésbe, jó? Tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Jó, akik itt vannak, már kapizsgálják ezt a kérdést. De most én kérdezem azoktól, akik most mondjuk először fognak engem hallgatni, vagy először hallgatnak. Tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Tehát vajon nem kéne tudni ezt? Hogy az ember az hogyan működik? Vagy nézzük egy következő dolgot. Tudod-e, hogy hogyan működik az élet? Tehát az emberek ismerik, hogy hogyan működik az élet. Na, valahogy nem kéne ezt tudni? Hogy hogyan működik az élet? Akkor kérdezem, tudod-e, hogy mik a legfőbb alapelvek az életben? Az emberek tudják ezt? Hogy mik a legfőbb alapelvek? Hát még azt se tudják, mi az, hogy etika, és mik az etikai alapelvek az életben. Még azt se tudják. És megetetik őket olyannal, hogy 10 parancsolat. Hogy ne ölj. És akkor a bogarat nem lehet megölni. Inkább egyen meg. Mint tudom én, rátszáll egy szúnyog, hát akkor hadd szívogassa a vérjedet, nem? Tök jó. Ne ő.
akkor nézzük tovább. Tudod-e, hogy mi az értelme az életednek? Tehát lehet, hogy valószínűleg ezek a koreaiak azt gondolták, hogy az az értelme az életüknek, hogy utazgassanak a világba, szórják a pénzt. Érted? Na most föntről meg azt mondták nekik, hogy jó, eddig és ne tovább. Programozó hív, vedd föl, légy szíves, jó? Letette? Jó, akkor mindegy. Majd szünetbe fölhívom. Jó, tehát mondom, felülről azt mondták nekik, hogy jó, akkor eddig és nem tovább. Eddig utazgattatok, innentől kezdve nem utazgattok tovább. És hirtelen ennek mi lett a következménye? Az, hogy a korai utakat lemondták. Tök jó! Érted? Tök jó. De meggondolták hirtelen magukat az emberek, hogy utazgassanak vagy sem. Ha jó, ez mondjuk ez a meggondolás, ez valószínűleg nem végleges, ez csak egy ilyen ideiglenes, majd akkor lesz másik ilyen is. Semmi gond. Én tudom, hogy ez durva, amiről beszélek. Megmondom őszintén, érintett ez a dolog annyiból, hogy mikor hallottam rá, gyakorlatilag nem sokkal elsüllyedt utána egy, hát szerintem fél órával, vagy pont véletlenül, valahogy pont sose szoktam hallgatni a Kossuth rádiót, és pont bekapcsoltam. Valahogy oda tévedt, és talán fél órára rá, vagy egy órára rá már hallottam ezt a hírt. És akkor mutattam a nejemnek, és hát eléggé érzelmileg megérintett. De utólag gondolkodva már nem vagyok velük egyáltalán együttérző. Érted? Mert ugye hallottam olyan híreket, hogy mostanában mit több ők vannak itt a legtöbben, vagy voltak itt a legtöbben, mint turisták. Hát basszus kucs, menjenek haza dolgozni. Nem? Hát azzal aztán sok hasznot húznak, vagy hajtanak, hogy szórják a pénzt. De most gondoljátok végig, emberek szórhatják a pénzt, közben meg 6,5 milliárd ember éhezik. Érted? És 1,5 milliárd meg szórja a pénzt, lapátolja ki az ablakon. Érted? És 6,5 milliárd, sőt, ugye több, mert most már 8 milliárdan vagyunk a bolygón, ami azt jelenti, hogy 1,5 milliárd, akkor jól mondom, 6,5 milliárd meg éhezik. Tehát most akkor vajon melyik a több, a 6,5 milliárd vagy a 1,5 milliárd? Hát itt van, hogy mi az értelme az életednek? Szerinted nem lenne könnyebb és boldogabb az életed, ha ezekre a kérdésekre tudnád a válaszokat? Tehát tudnád, hogy hogyan működik az ember, tudnád, hogy hogyan működik az élet, tudnád a legfőbb alapelveket az életedben, tudnád, hogy mi az életed értelme. Az emberek azt gondolják, hogy az az életük értelme, hogy mondjuk, mint a koreaiak utazgassanak. Hát vagy ha nem utazgatni akar, akkor az az élete értelme, hogy mintha fölnevelje a gyerekét. Uh-huh. És akkor beszéljünk már erről kicsit, jó? Erről a fölneveljük a gyerek kérdést. Tehát ez az emberiség, ha megnézed, úgy működik, hogy benne vagyunk egy testben. Ez a test elég sérülékeny, beteges, elég rossz állapotba tud kerülni, ha mag egészséges, de lelki bánata van, akkor legalább annyira fájdalmas belül az embernek, mint hogyha a teste fájna. Tehát a lelki fájdalom az legalább annyira fájdalmas, mint a testi fájdalom.
viszonylag rövid életű, az életének egy részét ugye azzal kell eltölteni az embernek, hogy gondoskodik erről a satnya testről, nem? Akkor ezt a testet ráadásul még szórakoztatni is kell, érted? A vagyonodnak vagy a bevételeidnek nagy része a tested igényeire folyik el, mert arra folyik el. Hát gondold végig. És akkor az ember, hogy idősödik, úgy szépen csúnyul, nem? Már nem is olyan szép, mint régen volt az a test. Tehát akárhogy nézzük, hát van itt egy ilyen selejtes test. És akkor megetetik az embereket azzal, hogy ez a jóisten találmánya, meg a jóisten képmására lett formázva, létrehozva. Hát erre azt mondom, aki azt mondja, hogy a jóisten hozta létre a saját képmására ezt a testet, akkor annak az anyja az. A jó édes anyja az. Meg a jó édes anyját. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy most gondolj bele, benn vagy egy testbe, van benned egy lélek, és ki tudsz lépni? A lelked ki tud lépni ebből a testből? Nem. Legalábbis irányítottan nem. Lehet, hogy éjszaka kilép, de az nem tudat, nem tudatos. Nem tudsz róla, így van. Az nem tudatos. Tehát tudatosan a legtöbb ember nem tud kilépni a saját testéből. Tehát itt van egy szabad lélek, amelynek nincs hideg, nincs meleg, nincs szüksége levegőre, nincs szüksége élelmiszerre, nincs szüksége ruhára, semmire, nincs szüksége közlekedési eszközre. Egyik pillanatra a másikra ott tud teremni, tehát nincs szüksége időre. Érted? Egyik pillanatra a másikra bárhol ott tud teremni, egyik pontból a másikban. Nincs olyan számára, hogy idő, mivel végtelen élettartamú, és akkor be van zárva egy olyan értelmes szellemlény egy testbe, amely egyébként tök szabad lehetne. De nem tud szabad lenni, mert bezárták ebbe a testbe. Hát tuti, hogy ezt egy jó Isten csinálta. Hát aki ezt kitalálta, hogy ezt egy jó Isten csinálja, azt verje meg a jó Isten. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig. És akkor be van zárva a testbe egy olyan lény, amelyik totál szabad lehetne, amelyik kibejárhatna a testbe, de ebbe a testbe nem tud. Ráadásul úgy csinálták meg, hogy van itt egy olyan boltozat, ami korlátozza a kommunikációt a teremtő irányába, érted? Ezt a koponyának nevezik. Ezért például a múltban, hogyha mondjuk egy sámánnak csináltak egy léket a koponyáján. Tehát meglékelték egy kör alakú léket, meglékelték a koponyacsontot, hogy nyilván utána visszaforrt a bőr, hogy jobb kommunikációt tudjam folytatni az Istennel. És ugye ezt egy darabig nem is tudták, mikor ilyen lékelt koponyájú embereket találtak, hogy hogy lehet szabályos lékeket csinálni, miért csináltak szabályos lékeket az emberek koponyájára, egyes emberek koponyájára.
azért, hogy legyen kommunikáció. Tehát ugye például megszületik egy kisgyerek, és még nem ford össze ugye a koponya, akkor még ott ugye puha, lágy részek vannak, még simán megy a kommunikáció a szellemvilággal. És amikor ez a koponya befor, akkor gyakorlatilag megszűnik a kommunikáció a legtöbb embernél. Hát nekem csinált egy olyat apám, 6 éves koromban, hogy nem tudtam a cipőmet befűzni, vagy 5 éves, valahogy így lehetett, 5-6 éves koromban nem tudtam a cipőmet befűzni, és úgy fejbe csapott, hogy beszakadt a fejem. Hát gyakorlatilag, de nem vittek orvoshoz, úgyhogy, de mindegy, beszakadt a fejem, hát lehet, hogy ezért van kommunikáció. Lehet, hogy jót tett velem, így van. Nem akarva. Tudatlanul. Így van, tudatlanul. Így van. De valószínű, hogy a teremtő meg tudta, hogy oda kell születnem, hogy majd beszakítsa a fejemet. Így van. És ott most nincs is haj. Tehát nekem van egy ilyen 10 forintos nagyság, ahol nincs haj. A fejem tetején. És ugye nekem van kommunikációm a fentiekkel. Tehát ugye én veszem a kommunikációikat, és ők veszik az én kommunikációmat. Na most gondold végig, tehát itt vagyunk mi emberek, születünk, mint a nyulak, és minden új születéssel egy szabad lelket bezárnak egy testbe. Hát azzal semmi gond nincs, hogy valakinek mondjuk van egy-két gyereke, ezzel nincs is gond. Tehát legyen utód. Engedélyezik föntről. Oké. És? Hát ha csak egy-két gyerek lenne mindenhol, akkor nem lennénk 8 milliárdan. Érted? Na most van egy szabály a gyereknevelésnél. Ha egy gyereket úgy akarsz nevelni, hogy az egy ideális felnőtt legyen, nem az állami számára ideális, vagy a hatalmi elit számára ideális, hanem a család számára ideális, akkor egy gyerekre, egy felnőtt nevelőre van szükség. Na most ki a legjobb nevelője egy gyereknek? Hát a szülő, ez nem kérdés. A szülő. Na most, ugye azt mondhatnád, hogy a nagyszülő. Hát a fészkes fenét, mert a nagyszülőnek már nem az a dolga, hogy az unokát nevelje, az a szülő dolga. A nagyszülőnek már magasabb szintű szellemi feladata van, nem gyereknevelés a nagyszülőnek. Tehát a gyereknevelést le kellene tudni olyan 40-45 éves korra. Akkor még teperni kell. Na most. Tehát mi, szülők, ugye két szülőnek van egy gyereke. Tehát gyereke. Tehát az azt jelenti, hogy ha jól akarja nevelni a két szülő, akkor van max. Két gyerekük. De tegyük föl, hogy a férfinak dolgozni kell. Mert meg kell teremtenie a család. Hát a család megélhetését. Ha az anya egyedül van, akkor az egy gyerek. Ha van egy nagymama segítségként, akkor az két gyerek.
Slusszpassz. Nem 3, 4, 5, 6. Lehet 3, 4, 5, 6, minél több gyerek, annál elbaltázottabb a gyerekek lesznek. Ennyi. Annál neveletlenebb gyerekek lesznek, mert ha sok gyerek van, a gyerekek nevelik egymást. Na, annál rosszabb nincs, mint amikor a gyerekek nevelik egymást. Tehát tudod, ez a vak vezet világtalant. És tudod, hogy akkor hogy vezetik a mivel a gyerekek nem tudatosak, hogy vezetik, tudásuk nincs ebben a kérdésben sem. Ezért tudod, hogy hogy vezetik a gyerekeket, a nagyobb gyerekek a kisebbeket? Elnyomással. Persze. Na most, képzeljétek el, amit a nagyobb gyerekek elnyomják a kisebbeket, mert azt csinálják, nézd meg, mindent így csinálják, úgy vezetik a nagyobbak a kicsiket, hogy elnyomják őket. Mi lesz avval a gyerekkel? Elnyomott. Ami azt jelenti, hogy ha elnyomott lesz, akkor egész életében azt fogja csinálni, hogy kap valami elnyomást, és akkor adja tovább az elnyomást. Tehát nem tudja az elnyomást kezelni, de gyerekkorban se tudta kezelni. Mert nem volt szülő, aki beavatkozott volna, mert a nagy nevelte. Ezáltal felnőttként úgy fog működni, hogy kap egy elnyomást, és van egy gyengébb, elnyomja, kész. Tehát ő maga ennyit nem fogja tudni kezelni az elnyomást. Másik az, aki pedig elnyomott gyerekkorban, mit fog csinálni? Szokássává válik az elnyomás, és azt fogja csinálni felnőttként. Tehát magyarul ő meg kifejezett elnyomó lesz. Tehát elnyomoskodni fog folyamatosan. Hú, de szuper olyan társadalomban lenni, ahol a lakosság nagyon nagy része az vagy elnyomó, vagy elnyomoskodó elnyomott. Ennél világbajnokabb társadalom nem is létezik. Megnézitek? Nem a gazdagoknak volt sok gyereke sok régen, hanem a szegényeknek. Tehát a gazdagok tudatosabbak voltak, mint a szegények. Ezt el kell tudni fogadni. Mert a gazdagnak volt ideje, és nem azt mondom, hogy minden gazdag így működött, de a gazdagnak volt ideje arra, hogy ő tanuljon, művelje magát, képezze magát. A szegénynek nem volt ideje, mert folyamatosan a túlélését kellett küzdeni. Állandóan dolgoznia kellett, így van. Na most, akkor nézzétek meg a társadalomban. A jobb módú országokban jóval kevesebb gyerek születik, mint a szegényebb országokban. Mert a jobb módú embereknek van idejük foglalkozni valamennyire, nyilván nem mindenki csinálja ezt, de egy része, a fejlődésével foglalkozni. Olvasgat, képezi magát. Szegény országban sokan még olvasni se tudnak. De tudnak venni tévét, hát lehet nézni, nyelvet ismerik, lehet nézni a tévét. Na abban meg kifejezetten kiválogatják nekik az adást, a hűhítő adásokat. Oké, minél hülyébbek legyenek. Tehát egy ilyen világban élünk. De ez biztos, hogy sok embernek nagyon jó. Csak föl kellene ébredni ebből a csipkerózsika álomból. Tehát mi emberek sokkal többre vagyunk képesek, mint hogy ilyen biorabszolgaként működjünk. Nem? Persze én tudom azt, hogy te kevesebbe kerülsz alkalmazottként, mint mondjuk egy robot, amely lehet, hogy 100 milliókba kerül. Most gondolj bele neked, mikor fizetnek ki 100 milliókat fizetésbe.
Hát dolgozhatsz egy darabig, mire 100 milliókat kapsz fizetésbe. Tehát maga az ember, maga a társadalom az most úgy áll föl, hogy az emberek nagy része az észre se veszi, közben egy rabszolga. De inkább nem is azt mondom, hogy rabszolga. Nem azt mondom, mert nem rabszolga. Szolga. Az a jobb kifejezés. Egy alkalmazott, tisztán szolga. Azért nem rabszolga, mert mehet. Meg változtathat munkahelyet. Mint a szolga. Ugye a cseléd, az mehetett ide cselédnek, vagy oda cselédnek. A szolga is mehetett ide szolgának, vagy oda, szóval nyissuk ki az ajtót, és akkor megy is kifele, és hogy ne fázzatok. Jó, hadd menjen kifele is egy kis hűvös. Köszönöm szépen. Teljesen. Jó? Tehát lényeg az, hogy olyan társadalmat hoztak létre, ahol az emberek szolgaként működnek. Tehát mi ezekből a megoldás? Mi a megoldás? Hát a megoldás itt van. Meg kell ismerned az ember működését. Nem kell te dolgod. Én rájöttem arra, hogy sokkal jobb, hogy tudom, hogy hogyan működik az ember, mint előtte, amikor nem tudtam. Ti nem azt látjátok, akik már tanultatok? A másik megoldás, hogy meg kell tanulni, hogyan működik az élet. Én rájöttem arra, hogy sokkal jobb olyan tudással rendelkezni, hogy hogyan működik az élet, mint előtte, amikor nem tudtam. Amikor ott voltak bennem a kérdőjelek, az ember és az élet működésével kapcsolatban, és nem kaptam rájuk választ. És sokkal jobb, hogy most tudom a válaszokat. Például nekünk van olyan technológiánk, technikánk, hogy el tudod azt érni, meg tudod azt tanulni, hogy közvetlen kommunikációban legyél a teremtőddel. Ugyanis minden embernek ezen a bolygón van teremtője. Ha nem lett volna közvetlen teremtő, aki intézte, hogy te ide leszüles, akkor te most nem születtél volna le ebbe a testbe akkor, amikor leszülettél. Tehát minden földi embernek van egy teremtője. Ezzel a teremtővel kommunikációba lehetne kerülni egy meghatározott meditatív technológiával. Ezt mi úgy hívjuk, hogy TG-1. Ez körülbelül a legtöbb embernél maradjunk 168 órás gyakorlás. Azt tudod, mit jelent? Az mondjuk egy hetes gyakorlás. Tehát 168 óra. Hát nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal gyakorolsz, hanem addig gyakorolsz, míg mondjuk ez a 168 órát nem csináltad meg. Ennyi az átlag. Körülbelül egy hetes gyakorlással meg lehet csinálni. Van, aki ezt meg tudja csinálni hamarabb, van, aki később, de a legtöbb ember nem veszi rá a fáradtságot. Ha most gondolj bele, az életed az hány óra? Mondjuk hány óra telt el, mióta megszülettél? Ki tudod számolni? Igaz, hogy egy hosszú számítás, itt ami jó pár percig lehetne számolni, hogy hány órája élsz már, nem? Na most gondolj bele, abból csak 168 óra lenne, ahhoz képest az hány százaléka, mint amennyit eddig éltél? Az, hogy mondjuk elsajátítsd, hogy tudják kommunikálni a teremtőddel. Tehát föl tudják tenni kérdést, tudják választ kapni. Érted? Miértekre tudjál választ kapni, hogy fölteszed a miértet és választ kapsz. Akkor például tudjál olyat csinálni, hogy elmondd, hogy mit szeretnél, és megkapd azt a választ, hogy teljesítik, vagy sem. Tehát, hogy tudd előre. Tehát lényeg az,
hogy ez csak egy tudás. Az életben elég sok területünk van. Tehát ugye tudni kellene bánni magunkkal, párunkkal, akinek van, szüleinkkel, akinek van, gyerekeinkkel, akinek van. De mások mindenkinek van. Másokkal. Tudni kellene bánni a munkánkkal, a pénzünkkel. Tudni kellene bánni, jól bánni ezekkel. De még tudni kellene bánni a környezetünkkel, jól. Hatóságokkal. Teremtővel jó kellene, teremtőnkkel jó kellene bánni. Tehát van 10 életterület, amivel jó kellene bánni. Sehol nincs rajtunk kívül olyan, ahol ezzel a 10 életterülettel foglalkoznának. Tehát például az ember azt akarja, hogy támogatva legyen teremtői oldalról, akkor tudnia kellene, hogy milyen területek javát kellene szolgálni azzal, amit tesz az ember. De az emberek nem tudják. Tudni kellene azt, hogy az emberek ott, ahol nem boldogok, ott elnyomók, munkálkodnak bőszen. Sőt, a környezete tele van olyan elnyomókkal, akik a saját ismerőseid. Most gondold végig, ha a környezetedben van olyan személy, aki leértékeli a te szellemi fejlődésedet, azt tudod, mit csinál? Az éppen elnyomoskodik veled szembe. Érted? És te még azt se tudod, hogy hogyan kezeld az ilyen helyzetet. Na, arra lennék én kíváncsi, hogy valaki mondjuk szembe bírálná az én, amit én csinálok. Na, arra azért befizetnék. Mert az biztos, hogy utána nem tenné zsebre. Az hód biztos, amit kapna tőlem. Na most, ha valaki interneten csinálja azt, az nem gond, mert azt fogom, fütyülök rá, figyelembe se veszem. Érted? De egy pár próbálkozás hajdanában, danában, mikor elkezdtük ezt a tevékenységet 2010-től, volt ilyen személyes próbálkozás, hogy leértékeljék azt, amit én csinálok. De nem is tették zsebre. Volt, akit úgy hajtottam ki innen, hogy csak úgy fütyült. Na most, te nem tudom, hogy kezeled az ilyen helyzeteket. Tehát én például tudom kezelni, ezért nem is kapok ilyeneket már nagyon sok éve. Mert tudom kezelni. Mert addig kapsz valamilyen problémát, még nem tudod kezelni. Ha bizonyítod azt, hogy tudod kezelni a helyzeteket, azon a téren, amin eddig kaptál problémákat, akkor onnantól kezdve nem kapsz problémákat. Na, semmi szervezettség nincs benne. Csak minden meg van szervezve. Hát nézd meg, próbáld ki. Bármilyen problémáid vannak az életedben, elkezded helyesen kezelni azt a területet, többet nem kapsz olyan problémát. Hát akkor valaki ezt mondja, hogy ez véletlen, akkor annak olyan kevés esze van. Így van. De valamit tennie kellene, hogy több legyen. Tehát az egész életünk egy fikacnyit nem múlik a véletlenektől. Na most itt vagyunk például mi emberek. Én tudom azt, hogy minden ember, aki normálisabb, a szeretne fejlődni. Na most az emberekkel elhitetik azt, hogy az a fejlődés, hogyha tanulsz egy új szakmát. Mit tudom, mondjuk tanultál autószerelőt, és akkor most kitanulod a villanyszerelő szakmát. És akkor most akkor azt gondolja a legtöbb ember, hogy most, ezt tudjátok, olyan, mint a nyelv. Megetetik az emberekkel, hogy ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy. És én mit kezdenék bármilyen más nyelvvel egyelőre? Érted? Én nem akarok kimenni dolgozni,
Egyébként is mire valók a tolmácsok? Nem? Hála Istennek nem lesz gond megfizetni őket. Érted? Tehát, és az ember eltöltsön olyan tanulásra, amitől mondjuk autószerelő átképezi magát villanyszerelővé, csak most mondtam valamit, közben elszúrt egy csomó időt. Azt az időt nem fogja visszakapni. Soha életében. Amit időt elszúrsz, azt sose kapod vissza. Tehát ha én tanulok nyelveket, az elszúrom az időmet. És fontosabb dolgokat tudnék helyette csinálni, illetve tudok helyette csinálni. Érted? Tehát nem igaz az, hogy ahány nyelv, annyi ember. Ha valaki annyi, és akkor, és mi van akkor? Tehát ez nem igaz, ez hazugság. Tehát olyat kell csinálni, most gondolj bele, valaki tud 20 nyelvet. És mondjuk, mit tudom én, könyvel. És akkor mi van? Tud 20 nyelvet. És akkor itt Magyarországon könyvel. És akkor mi van? És mire megy vele a 20 nyelvével? Aha, de a biztos az a dolga valakinek, hogy utazgasson, mint a koreaiaknak. Tuti. Az a küldetés az embernek, hogy utazgasson, nem? Hát mondjuk, ha éppen mondjuk olyan helyeket szeretne felfedezni, amit még senki a Földön fel nem fedezett, akkor még el is tudom fogadni, hogy azért ment oda, hogy felfedezzem, mert még azt a területet sose fedezte föl senki. Hát a Földön nem sok ilyen terület van, ha oda ránéztek a térképre, akkor van Grönland, meg az Antarktisz. Aztán mintha elvágták volna. Tehát a Földön van két terület, ami felfedezetlen. Hát nem tudom, nem szeretnék oda menni felfedezni, ott megfagyni. Szóval lényeg az, hogy menjen oda, akinek hat anyja van. Ennyi. Szóval lényeg az, hogy hát egy embernek, ugye megnézzük, most mi lenne a küldetése, gondold végig. Mi lenne itt a küldetése? Tuti az, hogy 12 órában, vagy 8 órában, vagy 10-ben, teljesen mindegy, a létfenntartásáról gondoskodjon. Az lenne a küldetése? Hát most gondolj bele, hogy körülbelül 3 órai munkával megkeresed azt a pénzt, amiből azt a fenntartásodat, amiből ma fenntartod magadat, tudnád finanszírozni, ha nem lenne hatalmas elvonás, tehát ha nem lennének olyanok, hogy adó, meg nem lenne olyan, hogy jövedéki adó, meg mindenféle baromság. Érted? Tehát gyakorlatilag te amennyiért dolgozol, annak körülbelül az 1/3-át tudod saját célra felhasználni. A többi az ki van fizetve adóba. Áfa, meg stb. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogyha jobban megnéznéd, akkor körülbelül 3 órai munkával, 2,5-3 órai munkával megkeresed azt a pénzt, amiben azon a szinten fönn tudnád tartani magadat, amit most készhez kapsz. Tehát az azt jelenti, hogy a többit valami olyan kalapba befizeted, aminek nem tudod a nyomát. És akkor még az emberek el vannak adósodva. Nevetséges. Tehát egy olyan világban élünk, ahol lehet azt csinálni, mint évszázadokon keresztül csinálták az emberek, hogy ha maradjunk tudatlanságba. Ugye az együgyű tudatlanság az a legjobb. Ugye a legboldogabbak a lelki szegények, ugye azt mondták régen, nem? Emlékeztek ilyen? Hát legyenek ők a lelki szegények, akik ezt a mondást kitalálták. Meg azoknak a leszármazottjaik.
Tehát lényeg az, hogy az ember akkor tud boldogulni ezen a bolygón, ha minél több tudása van ezeken a területeken. Jó? Tehát tudja, hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet, mik a legfőbb alapelvek az életben, és tudod, hogy mi az életednek az értelme? Nem az, hogy felnevelted a gyerekedet. Nem az, hogy utána utazgatsz, mert van pénzed, mert nyugdíjat. Hát, tudod, biztos, hogy ismertek egy csomó olyan embert, akik még a nyugdíj mellett dolgoznak. Tehát ami azt jelenti, hogy van egy nyugdíja, egy állami nyugdíj, plusz még van egy jövedelme is. Érted? Persze, hogy megtehetik azt, hogy jobban tudnak utazgatni, mint régen. Persze. Nem egy olyan embert ismerek, aki elment nyugdíjba, aztán megtartotta ugyanúgy állását, az hirtelen kétszer annyi jövedelme lett, mint előtte volt. És akkor ugye mit gondolnak az ilyen emberek? Hát akkor szórjuk a pénzt, költsünk, költsünk, költsünk. És ha nincs elég, nem tudom költeni, akkor vegyünk fel kölcsönt. Jó? De nem ez az ember küldetése. Tehát én tudom, hogy a testnek vannak szükségletei, meg vannak igényei, sőt a legtöbb embernek túlfokozott igényei vannak a testének, de az ember küldetése a lelkének a lelki fejlődése. Az az, hogy az ember eljusson e vonal fölé, tehát az ötös pont fölé. Tehát az emberek nagy része, hát gyakorlatilag szinte a bolygó nagy, bolygón kevesen vannak a hármas szint fölött, hármas lelki szint fölött. Nagyon kevesen vannak. Tehát eljel lehet jutni a hármas szintig, tehát sokan azt gondolják, hogy mondjuk egy vallásban benne vannak, és akkor valahova tartozik. De a harmadik lelki szint, a valahova tartozás, az még messze van a hatodik lelki szinttől. Tehát az meg kellene lépni a negyedik lelki szintet, az elismerés lelki szintjét, és az ötödik lelki szintet, és az önmegvalósítás lelki szintjét. Meg kellene ezeket élni. És ez pedig a négyes meg az ötös nem megy saját szervezésű csapat nélkül. Tehát nem tudsz felfejlődni soha az életedben a hatodik lelki szintre saját szervezésű csapat nélkül. De nem bonyolult a saját szervezésű csapat, nem kell tőle félni. Meg tudod csinálni. Én nem láttam olyan embert még, mióta emberekkel foglalkozok, hogy saját szervezési csapat nélkül folyamatosan fejlődött volna az illető. Én még ilyet nem láttam. Pedig foglalkoztam több mint 80 ezer emberrel. Azért az nem kevés. De biztos, hogy te úgy gondolod, hogy te vagy a kivétel. Csak az a baj, hogy ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy a kivétel, hogy ő a kivétel, az már azt jelenti, hogy az a többség. És akkor már nem is működik az a szabály, hogy a kivétel erősíti a szabályt, mert ezek nem kivételek. Tehát én nem találkoztam olyannal, hogy valaki úgy tudna szellemileg végigmenni ide a hatodik küldetés szintre, hogy saját szervezési csapat nélkül. Na most itt minden módszer, minden lehetőség megvan arra, hogy saját szervezési csapatod lehessen, hogy minden fejlődési akadályt le tud győzni. Tehát mivel itt vagy, itt tanulsz, te képes vagy arra, amire azok, akik nem tanulnak itt, nincsenek itt, amire ők nem képesek. Tehát számodra megvan minden lehetőség, minden eszköz, minden módszer ahhoz, hogy eljuss a küldetés szintjére, mert csak azok kerülhetnek be az aranykorba, akik feljutnak a küldetés lelki szintre. A többiek meg mennek a levesbe.
Én azért vagyok itt, ezen a bolygón, hogy minél több ember felkerülhessen saját magától indítva, felkerülhessen a hatodik lelki szintre. Én nem tudok senkit felvinni a hatodik lelki szintre, mindenkinek saját magát kell oda feljuttatni. Én csak módszereket tudok adni hozzá, és lehetőséget arra, hogy végig menj ezen a fejlődési úton. És ne kelljen neked kikísérletezni dolgokat. Mert mindenki van dolgozva ahhoz, hogy ezt meg tud tenni. Ha bármi kérdésed maradt volna, akkor menj fel az oldalra, nézz körül. Egy csomó válaszra. Majd mindjárt megnézzük, mit mondott az informatikus. Tehát lényeg az, hogy megoldják, úgyis. Így van. Lényeg az, hogy nézz körül, ha valami kérdésedre nem találnál választ, akkor keresd a szerveződet, vagy a vezetődet, mindenkinek itt van saját vezetője. Az irodában meg tudják mondani, hogy ki a te vezetőd, kihez fordulj. Számítok a részvételedre, hogy te is el akarod kezdeni a lelki fejlődést, és tudom azt, hogy képes vagy rá. Mindenkinek jó tanulást kívánok, 20 perc szünet után kezdődik az emberi bánásmód kócsképzés, csünk. És szép estét is kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok!